Biztonságosabb a város, rendőrségi beszámoló a közgyűlésen. Életvédelem és felkészülés, együttműködik az egészségtudományipar és a Budapest Főváros Védelmi Bizottsága. Pünkösdre készülnek a metodisták, számukra ez a legnagyobb ünnep. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, április 19-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Pécsen, ez derült ki a rendőrség csütörtöki beszámolójából a Városházán. A képviselőtestület ülésén ismertették tavalyi munkájuk mutatóit, tapasztalatait az egyenruhások. Azonban hiába javulás, a számoknak kettős megítélésük van, mondja Pécs alpolgármestere. A Jobbik szerint nem a valós helyzetet tükrözik a statisztikák. Rendőri vezetők a pécsi közgyűlési teremben tavalyi munkájukról számoltak be az egyenruhások a városi képviselőtestületnek. A Jobbik szerint nem javult a biztonság a Baranyai megyeszékhelyen, hiába szólnak erről a számok. Azt mondta a rendőrség, hogy drogterjesztés 3 darab volt a 2017-es esztendőben. Hát ezt ezerrel is beszoroznám, ha az eladásokat egyesével venném. Én azt gondolom, hogy itt valami óriási problémáról van szó, és nem a drogfogyasztókkal, vagy azok a lányokkal kellene foglalkozni, akik kint állnak a Komlói úton végig minden buszmegállóba, hanem azzal kellene foglalkozni, hová kerül a pénz. Hihetetlen gazdagodást látnak a messzeségek egyes embereknél, akik egyik napról a másikra nagy értékű autókkal kezdenek eljárni, mondja a képviselő. Szerinte őket kellene vizsgálni. Csökkenés van a regisztrált bűncselekmények számában, ez derül ki a beszámolóból. Azonban ennek kettős megítélése van, mondja az alpolgármester. 7500 felett volt 2012-ben a Pécset regisztrált bűncselekmények száma, most alig több, mint 3100 az elmúlt évben. De azért mondom, hogy a kettős a megítélés és a vita is tulajdonképpen kettős volt, mert mindezzel együtt pedig azt is látjuk, hogy a pécsi polgárok, a pécsiek egy jelentős része, elsősorban a keleti város részben, Kertáros bizonyos pontján és Uránvárosban még mindig nem látják kielégítőnek a helyzetet. Egyes területeken nem érzik biztonságban magukat a lakosok, ezen akar javítani a városvezetés. Egy több mint 130 millió forintos térfigyelő kamerafejlesztési program indul el a városban, melynek keretében a következő időszakban megduplázzuk a térfigyelő kamerák számát a városba. Én azt gondolom, hogy a rendőrség további hatékony munkája, az erősödő polgárőrség, az ezt kiegészítő civil jelenlét és a most megduplázott térfigyelő kamerák együttesen fogják tudni azt az eredményt meghozni, hogy valóban a pécsiek is érezzék azt, hogy biztonságosabb a város. Az év rendőre és az év tűzoltója cím adományozásáról is döntöttek a csütörtöki közgyűlésen, valamint a pécsi óvodai központok vezetőiről is. A Kertvárosban élők nem akármilyen fejlesztésekben részesülhettek a közelmúltban. Elég csak az új rendelőintézetre gondolni és az új parkolókra, de felújítottak utakat, óvodákat, bölcsödéket is. Nem sokára egy komplex játszótérnek is örvendhetnek majd, ahol gyerekek, felnőttek, de még a kutyák is jól eltölthetnek pár órát. Olvasható a pecsma.hu-n. A Kertváros konzultáció eredményéből viszont kiderült, hogy az ott lakó pécsieknek nem csupán az oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális fejlesztésekre van igényük, legalább olyan fontosnak tartják a közösségfejlesztést is. Ezért most egy minden eddiginél nagyszabásúbb, több korosztályos játszóteret alakítanak ki, ami egyben közösségi térnek is funkcionál majd. 100 millió forintból jön létre mindez, az önkormányzatnak ehhez viszont önerőt abszolút nem kell biztosítania. A konzultáció során korábban már rögzítették a helyszínt. Ez a Nagy Ferenc tér, a Szabó Ervin tér és a Tildi Zoltán utca által körülhatárolt füves terület lesz. Minden szempontból jó választás ez a helyszín. Gyalogosan, biciklivel, autóval és busszal is közvetlenül megközelíthető. Együttműködik egymással a Budapest Főváros Védelmi Bizottsága és a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kara. Az erről szóló megállapodást a fővárosban 2018. április 17-én látta el kézjegyével György István, a Budapest Főváros Kormányhivatal kormány megbizotja, és Betlen József, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar dékánya.
Az együttműködési megállapodás közvetetten szolgálja a magyar lakosság életének, egészségének és anyagi javainak védelmét, valamint a védelmi igazgatásban dolgozók és hallgatók katasztrófa helyzetekre történő felkészültségének, továbbá a védelmi igazgatási felkészítések színvonalának növelését. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a bizottság minteljesebben megfeleljen a védelmi igazgatási rendszer által támasztott követelményeknek az irányítás, képzés, technika és bevetés irányítás tekintetében. A célja elsősorban ennek az volt, hogy segítsük a védelmi igazgatásban működő kollégáknak a felkészülését, ismereteit a tekintetben, hogy katasztrófa helyzetek esetében az egészségügyi felszámolással kapcsolatosan milyen teendők vannak, illetve természetesen egy nagyon fontos másik része az, hogy mi magunk is részt tudjunk venni velük együttműködésben, újabb információk megszerzésében, illetve szimulációs gyakorlatoknak a kivitelezésében. Ebben részben a mentőtiszthallgatóink, részben oktatóink tudtak már az eddigiekben is bekapcsolódni. Ennek egy nagyon jelentős pontja volt tavaly ősszel, amikor a Dunán az egyik hajón végzett gyakorlatilag területállítás, illetve kimentési gyakorlat során imitátorként a hallgatóink vettek részt, illetve magának a ellátásban is volt jó néhány hallgató, aki be tudott kapcsolódni. A Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a két férfinek az előzetes letartóztatását, akik több társukkal együtt Magyarországon illegálisan tartózkodó személyeket más EU-s tagállamokba juttattak. A nyomozás eddigi adatai szerint a két gyanúsított egy szegedi és egy salgótarjáni férfi, több társukkal együtt rendszeres haszonszerzésre törekedve hosszabb időre szervezett, összehangolta működő csoport tagjaként, folytatólagosan és bűnszervezetben közreműködött abban, hogy Magyarország területén illegálisan tartózkodó személyeket a jogszabályi rendelkezések megszegésével más EU-s tagállamokba juttassanak. A gyanúsításban szereplő bűncselekmény 5-től 20 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Mindkét gyanúsított többszörösen büntetett előéletű, egyikük többszörös és különös visszaeső. A bíróság határozatát az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és egyikük védője szabadlábra helyezés, illetve enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében fellebbezést jelentett be, míg a másik védő, aki az ülésen nem volt jelen, 3 napon belül jelenthet be fellebbezést a bíróság végzése ellen. A legnagyobb ünnepükre a pünkösdre készülnek a Magyar Metodista Egyház Pécs hidasi gyülekezetének tagjai. Az anglikán gyökerekkel rendelkező felekezet központja Hidasról az 1970-es években került át Pécsre. A metodisták szerint a hangsúly a Szentlélek megszentelő munkájáról és a szeretet által munkálkodó hitről szóló tanításon van, amely a szociális szolgálatok iránti elkötelezettségben fejeződik ki. A metodista egyháza 18. században jött létre az anglikán egyházon belüli vallási megújulási mozgalomként, mely erős társadalmi politikai hatással is bírt. Többek között jelentősen hozzájárult az akkori Anglia erkölcsi képének megváltozásához is. A szegények és elesettek felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás gondolatát. A metodista egyház életében a vallási megújulás mellett ma is fontos szerepet játszik a társadalom iránti elkötelezettség. Ez egy egyházon belüli mozgalom volt, John Wesley haláláig, az 1700-as évek végéig, és tulajdonképpen nem is akartak mások lenni, csak az anglikán egyházat megelevenítő mozgalom, és az Amerika függetlenné válása, az ottani misszió és egyéb okok miatt keletkezett a metodista egyház, de igyekszik megőrizni a mozgalmi jellegét a mai napig is, hogy nem egyháziasak legyünk, hanem erre a központi igazságra, megtérésre, újjászületés szükségességére mutató mozgalom. A magyar metodista misszió 100 éves múltra tekinthet vissza. Az első gyülekezetek német nyelvterületen, Bácskában alakultak, majd 1905-ben már Budapesten is folytatódott a metodista igehirdetés szolgálata. A pécsi gyülekezet a II. Világháború utáni években kezdett kialakulni.
Az anglikán gyökerekkel rendelkező felekezet központja Hidasról az 1970-es években került át Pécsre. Itt egyre nagyobb problémát okozott a helyhiány, mert az a lakás, melyben addig összejöttek, kismérete miatt alkalmatlan volt nagyobb rendezvények megtartására. 1966-ban oldódott meg a probléma, az egyház ugyanis a Tompa Mihály utcában, közel a belvároshoz megvásárolt egy házat, melyhez egy szép belső udvar is tartozott. Ez a ház a mai gyülekezetnek is a helye, a földszinti lakások azóta már kiürültek, így ezek is egyházi célokat szolgálhatnak. 1966-ban a lelkész Hidasról Pécsre költözött, és Pécs lett a körzet központja. Bicsérden voltak házi istentiszteletek a Szili családnál, több évtizeden keresztül rendelkezésre bocsátották a lakásukat. A Pécsen kívül Siklóson kezdődött időközben egy missziós munka, ott minden hónapban egy vasárnap tartunk istentiszteletet, illetve a legújabb időkben, vagy legutóbbi időkben Dráva Szabolcson is van egy kis kezdemény. 1980-ban Hidason voltak az ifjúsági órák 8-10 fővel, Pécsre 1982-ben kerültek át, majd az 1984-es körzeti jelentés szerint felváltva voltak Hidason és Pécset ifjúsági órák, de alkalmanként előfordult, hogy Bicsérden, Bonyhádon, Berekalján vagy Baján tartották meg az összejöveteleket. Az 1990-es években a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség egyetemi missziója révén több fiatal került a gyülekezetbe is. Én azt gondolom, hogy majdhogy nem lefedjük a pécsi palettát, tehát van nálunk pünkösdi, katolikus, ugye akkor vagyunk metodisták, volt már aki református, evangélik, tehát hogy ez amúgy viszonylag nagy a fluktuáció, tehát nem feltétlen fix, egy ilyen 15-20 fős állandó létszám van, és attól függően, hogy most az iskolában szünet van, vagy nincs, vagy stb. Elérjük a 30-40-et, és hogyha úgy van, akkor már szűkös az épület. A metodista egyház legnagyobb ünnepe a pünkösd, vagyis a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A metodisták szerint ugyanis a hangsúly a Szentlélek megszentelő munkájáról és a szeretet által munkálkodó hitről szóló tanításon van, mely a szociális szolgálatok iránti elkötelezettségben fejeződik ki. Még ősszel indult útjára a Muzsikáló Családok elnevezésű zenei sorozat a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézet szervezésében. A tanév második felében a Liszdíjas Bazsinka József nemzetközileg ismert és elismert tubaművész lépett színpadra, húgával, Bazsinka Zsuzsanna operaénekes, érdemes művésszel és két muzsikus fiával, ifjú Bazsika József tubaművésszel és Bazsinka Mihály szaxofonművésszel. A különleges koncertnek a Zeneművészeti Intézet Liszt Ferenc hangversenyterme adott otthont szerdán este. A Liszdíjas Bazsinka József nemzetközileg ismert és elismert tuba művész. 25 éve a Budapesti Fesztivál zenekar tagja, a PTM Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet óraadó tanára. Nemzetközi szólista, nemzetközi és hazai mesterkurzusok tuba tanára. 10 éve dolgozott a Magyar Állami Operaházban, jelenleg 25 éve a Budapesti Fesztivál zenekar tagja. 4 szólólemeze készült, az 5. most van nyomdában, valamint számos kortárs szerzői lemeze játszik szóló és kamara műveket. A zene szinte ősidők óta családjában van. A családunk szüntelenül zenél. Táncos, 2 táncos gyermekem is van, a 2 zenész, profi zenész gyermekem van, édesanyjuk szintén zenész, csellista. Úgyhogy gyakran voltak házi muzsikák, hát most már mivel felnőttek, így ritkábban tudunk összejönni, de csodálatos érzés együtt muzsikálni mindig velük. Sőt, a tubás fiának ő volt az első tanára, az első 12 évben, ez pedig meghatározta fia sorsát is. A mai napig tart ez az önzetlen muzsikálás teszi hozzá. Ifjú Bazsinka József junior prímadíjas tuba művész, szólistaként több nemzetközi tuba verseny nyertese, de kamarazenében is kiváló eredményeket értek el az In Medias Res együttessel, amelynek alapító tagja. Rendszeresen közreműködik kortárs együttesekben, 2015 óta oktatói tevékenységet folytat. 17 éves koromtól kezdve nagyon sokat dúózunk is együtt. Most is egy olyan művet játszunk majd, ami az koncert elején, amit ketten fogunk előadni, persze zongora kísérettel. És hát nyilván ez nagyon sok olyan előnnyel jár, ami, hogy nekem jó hangszereim voltak, jó tanáraim voltak,
jó kotta anyag, amiből válogathattam irányítatás, de ugyanakkor volt nehézség is, mert mindenki, aki arra gondolt, hogy ugyanaz a hangszer, akkor hát ugye kíváncsi volt arra, hogy én csak azért kerülök be a Zeneakadémiára, vagy bizonyos helyekre, mert hogy van egyfajta segítségem, és hát mindenhol bizonyítani kellett, hogy megtanultam dubázni. A Muzsikáló Családok sorozat szerdai estjén fellépett Bazsinka József húga, Bazsinka Zsuzsanna operaénekes érdemes művész, aki szintén a PTS Zeneművészeti Intézet oktatója, és másik muzsikus fia, Bazsinka Mihály szaxofonművész. Zongorán közreműködött Lengyel Andrea. Többek között Vivaldi, Schumann, Bach, Puccini művei csendültek fel az est során. A Tüskésrét jó pár éve még egy elvadult gazos, a hőerőmű által zaggyal szennyezett, mindenki által messziről került vidék volt, írja Pécs Ma. Ma viszont a családos pécsiek egyik kedvenc hétvégi kikapcsolódását jelenti az ott található szabadidőparkkal, játszótérrel, rendezett tóval. A napelempark egyedülállónak minősül egész Közép-Európában, melynek ötlete is 2013-ban kapott szányra, amikor egy német cég fantáziát látott Tüskésrétben, több mint 20 focipályányi terület építetett volna be kollektorokkal. Aztán a Magyar Villamosművek egyik leánycége hozta létre, mint egy 3,5 milliárd forint uniós forrásból. A 10 megawatt teljesítményű napelempark 140 ezer négyzetméternyi napelemet foglal magába. 2016 áprilisának végén adták át a létesítményt. Az első szolgáltatás, a wakeboardpálya 2015. augusztus 20-án nyitott. Novemberben a futópályát is átadták a pécsieknek szabadidőparkkal, játszótérrel. Különlegesség volt annak a mini erdőnek, Tudásligetnek a telepítése, ahova 650 facsemete került tavaly ősszel a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumát ünnepelve. Csizi Péter, a térség volt országgyűlési képviselője, végig mozgató rúgója volt az eseményeknek, jelen volt az átadásoknál, számos alkalommal járt közben Tüskésrét rekultivációját, illetően a kezdetektől a legújabb fejlesztésekig. Ismert, hogy a Modern Városok program részeként közel 25 milliárd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem számára, amelynek deklarált célja a versenyképes képzési környezet kialakítása, az oktatási és szolgáltatási portfólió fejlesztése és az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának növelése. E célokhoz jól illeszkednek a PTE természettudományi karon tervezett és megvalósuló fejlesztések. A nagy létszámú széles képzési portfólióval rendelkező kar igen népszerű a hallgatók körében, szolgáltatásait, infrastruktúráját nem csak a magyar és külföldi diákok, de Pécs városának polgárai is örömmel veszik igénybe. Az egyik ilyen kedvelt terep a kampusz területén lévő atlétikapálya, amely a Modern Városok programnak köszönhetően még az idén látványosan megújul. A beruházás keretében szabadtéri, hadsávos, rekordtángumi borítású futópálya kerül kialakításra, amelyet kora tavasztól késő őszig használhatnak majd nem csak a professzionális sporttudomány és testnevelés oktatásban résztvevő hallgatók, hanem a szabadidő aktív eltöltésére, sportolásra vágyó egyetemi és városi polgárok is. A pálya rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A Pécsi Tudományegyetem a nyertes kivitelező céggel a szerződést megkötötte és a munkaterületet átadta. A felújítási munkálatok mintegy 140 millió forintba kerülnek, és várhatóan őszre fejeződnek be. A Celtléd elleni múlt heti hazai vereség után lemondott posztjáról Gabriel Carrasco, a Peac Pécs női kosárlabda csapatának spanyol vezető edzője. A klub a szezon végéig Éles Pétert, Carrasco eddigi segítőit bízta meg a vezetőedzői feladatok ellátásával. A csapat már meg is kezdte a két nyert mérkőzésig tartó párharcot a Pink Pécsi 424 ellen. A múlt pénteki Cegléd ellen elszenvedett pécsi vereség után lemondott a Peac Pécs vezetőedzői posztjáról a spanyol Gabriel Carrasco. Ezt a klub vezetése elfogadta. A spanyol mester lemondása után Éles Pétert kérték fel, hogy a szezon végéig vezesse a Peac Pécs edzéseit és bajnoki mérkőzéseit. Az okokról és a folytatásról Kond Árpád ügyvezető beszélt. Ezek a tárgyalások már a következő évre való tárgyalások, és a következő év csapatának kialakítása az már
jóval előrébb tart, mint az egy évvel ezelőtti időszakban. Sok tárgyaláson vagyunk túl, és azt lehet mondani, hogy a legtöbb szerződésünk ilyen 95%-os. A vezetőedzővel aláírtunk már, a másodedzővel is megvan a koncepciónk, de ezeket szeretnénk egy kicsit későbbi időpontban majd bejelenteni. De annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy szeretnénk sokkal több örömet szerezni a szurkolóknak, mint az elmúlt szezonban volt, és egy erősebb pécsi csapattal kiállni, hogy újra egy jobban, jóval nehezebben bevehető vár legyen a Lauber-Dezső városi sportcsarnok. Éles Péter a női kosárlabdában több mint 20 éves múlttal rendelkező szakember, természetesen jól ismeri a csapatot. Romániában szerzett edzői múltja alapján is képes arra, hogy néhány dolgot megváltoztatva új impulzusokat adjon a gárdának, ez áll a csapat honlapján található rövid közleményben. Éles Péter szinte gondolkodás nélkül elfogadta a vezetőség ajánlatát. Én úgy gondolom, hogy jó hangulat a csapaton belül, mindig, amikor edzőváltás van, a statisztikák is azt mondják, hogy első egy-két hétben ilyen felszabadult hangulat van, és általában jobbak az edzések, jobb az edzés morál, a munkamorál. Reméljük, hogy ez a mérkőzéseken is a pályán, amikor éles helyzetben vagyunk, akkor is ez ki fog látszani fog ez is a játékosokon. A csapat már meg is kezdte a két nyert mérkőzésig tartó párharcot a Pink Pécsi 4-24 ellen. Amellett, hogy csak a 7.-8. helyért játszanak a lányok, rengeteg problémával tarkított szezonon vannak túl. Juhász Dorka súlyos sérülést szenvedett, Kisvirág és Raksányi Krisztina is távozott, ráadásul a korábbi másodedzőnek családi problémák miatt el kellett hagynia a csapatot. Természetesen, amikor a vezetőség megkért, hogy vegyem át a csapatot, nem kellett sokat gondolkodnom, hiszen példamutatóan állt a vezetőség a csapat mellett az egész idényben, ezért azt gondolom, az a minimum, hogy az utolsó párharcra teljesítem a kérést, és átveszem a megüresedett edzői posztot, tette hozzá Éles Péter. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. Biztonságosabb a város, rendőrségi beszámoló a közgyűlésen. Életvédelem és felkészülés. Együttműködik az Egészségtudományi Kar és a Budapest Főváros Védelmi Bizottsága. Pünkösdre készülnek a metodisták. Számukra ez a legnagyobb ünnep. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársa nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!